Az országos tiltakozási akció részeként Marosvásárhelyen is tiltakozó akciót szerveztek a rendőrök, mivel elégedetlenek a fizetésükkel. Ahhoz, hogy igazolni tudják a munkahelyükről való hiányzásukat, előbb vért adtak a Maros megyei vérközpontban, így mindegyikük szabadnapot kapott. Elégedetlenek a rendőrök a fizetésükkel, emiatt tiltakozást szerveztek több városban. A rendőrök egyebek mellett a katonai nyugdíjak indexálását, valamint az élelmezési és felszerelési normák növelését követelik. Legfőképp azonban a közpénzekből fizetett alkalmazottak béréről szóló 153-as számú 2017-es kerettörvény rendőrökre való részének alkalmazását szeretnék elérni. Csak egy dolgot követelünk, a 2017-es évi 153-as számú törvény alkalmazását, amelyet 6 éve nem alkalmaznak a rendőrök esetében, de néhány olyan elmaradás is van, ami már 14 éves. Nem kértünk fizetésemelést, csak a törvény alkalmazását, semmi mást. Rengeteg fizetéssel kapcsolatos méltánytalanságot szenvednek el a rendőrök nap mint nap, és ezzel a kormányzók és a belügyminisztériumot irányító miniszterek sem foglalkoznak. Annak érdekében, hogy szankciók nélkül hiányozhassanak a munkából, a tüntetés előtt elmentek vért adni, mivel a törvény előírja, hogy minden véradó azon a napon, amikor jelentkezik a vérközpontban, egy nap szabad napot kap. Ezzel nem csak tiltakoztak, de egyúttal jó cselekedetet is hajtottak végre.